A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégiumban tartott esten Huba Imre, a Jászainkó Szolnokvár megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Igazi ünnep, igazi alkalom arra, kicsit megálljanak és lássuk azt, hogy miközben lelkismeretesen és szakadatlanul végzik a mi egészségünkért, a város lakóinak és a térségben élőknek az egészségért azt a fáradhatatlan munkát, aminek köszönhetően biztonságban és egészségben élhetjük az életünket. Aközben látjuk, hogy van egy kis idejük megállni, van egy kis idő szórakozni egy kicsikét felhőtlenül, a mindennapok súlyát, a mindennapok hajtását magunk mögött hagyva, egy kicsikét önfeledten élvezni azt a társaságot, amelynek minden nap részesei lehetünk. A köszöntő után térségünk és városunk országgyűlési képviselője, F. Kovács Sándor kiemelte, mindig is presztízs volt a kórházban dolgozni. Presztízs volt itt dolgozni ebben az intézményben. Mindenki tudta azt, hogy nem Kátai Gábor kórház, hanem a kórház. És mindenki a kórházba ment, vagy aki ott dolgozott, akkor kérdezték, hogy van-e ismerőse, mert mindenkinek volt ismerőse, kollégája, volt osztálytársa, rokona, és mindig presztízs volt. És higgyék el, hogy ma is presztízs a karcagi kórházba dolgozni. Mert a térség meghatározó pontja. Nagyné László Erzsébet főigazgató mindenkinek megköszönte, hogy jelenlétével megtiszteli az estet. Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumi elnöke is köszönetét fejezte ki, akik hozzájárultak az est megrendezéséhez. Mint mondta, eszközfejlesztésre fordítják a bál bevételét. Szepesi Tibor karcagváros polgármestere pohár köszöntőjében kiemelte, legnagyobb kincsünk az egészségünk. Ehhez járul hozzá az alapítvány az önök támogatásán keresztül. A Kátai Alapítvány már két célja is van. Egyrészt, hogy akik a kórházban dolgoznak, és nap mint nap azon fáradoznak, hogy a mi egészségünk, a város egészsége, a térség egészsége egyre jobb legyen, és mindenki meggyógyulva távozhasson a kórházból, tehát a segítségen, támogatáson keresztül az ő munkájukat is segíti, azok az eszközbeszerzések, amelyeket az alapítvány támogat. És a másik célja az, hogy akik a kórházba kerülnek, akik az egészségügyi ellátásba kerülnek, azok olyan műszerekkel, műszerparkkal tudjanak gyógyulni az ott dolgozó orvosok, asszisztensek, ápolók munkáján keresztül, hogy minél hamarabb egészségesek legyenek, hiszen a legnagyobb kincsünk, és ezt ugye néhány éve már látjuk és tudjuk, nyilván előtte is, de fokozottan tudjuk az elmúlt évek után, hogy a legnagyobb kincsünk az egészségünk. A hagyományokhoz híven a jótékonysági est műsorát idén is a kórház dolgozói adták elő. A Madison kórus több műfajban is megmutatta tehetségét. A műsorban fellépett a sürgőségi betegellátó osztály is.